hogy eljöttetek ilyen sokan. A mai este menete kicsit más lesz, mint hogy ezt a programban kiírtam. Az előadóknak mondanám, hogy a jól láthatóság érdekében valahova oda kéne állni, ahol most én vagyok, és közel tartani a mikrofon, mert nem annyira működik ennél távolabbról. És Robi lesz az időnác, úgyhogy őt kell figyelni. Ő fogja mutogatni, hogy az 5 percből mennyi van vissza. Szóval a szokásos felállás, 5 perc előadás, utána 5 perc kérdés-válasz szekció. És az első előadónk pedig Krom Viktor lesz, és egy szvarmos előadásra készült nektek. Sziasztok, köszi! Hallotok? Erről igen. Szóval a szvarmról fogunk beszélni. Nem tudom, hogy mennyire kell bemutatnom nektek az Ethereumot, vagy általában a kriptó dolgokat, a területét. A blockchain az egy olyan érdekes dolog, ami megvalósította azt a történetet, egy nagyon nagy problémát, megoldotta azt a problémát, hogy hogy lehet decentralizált, tehát elosztott hálózaton egyenrangú pírek közt konszenzusra jutni. Ezt alkalmazza a Bitcoin, az Ethereum hozzátett egy nagy dobást ehhez, azt mondta, hogy az állapot átmeneteket, amik a tranzakciók indítanak be, azokat ne csak egyszerűen úgy képzeljünk el, mint a Bitcoin-nál, hogy Excel táblába átrakjuk, hogy én küldtem két Bitcoint, akkor levonják az én számlámról, ti érdemes hozzáadják, hanem az a tranzakciót beindíthat tetszőleges komplexitású algoritmust. Ugye az Ethereum ezzel lehetővé tette, hogy a blokkláncnak a kántjain, tehát a számláin kis programocskák ülhetnek, amit a tranzakció beindíthatnak. Tehát bármilyen alkalmazás logikát be lehet programozni az Ethereum. És nagyon fontos ez abban a szempontból, hogy úgy tűnik, hogy ez a konstrukció, ez az utolsó ilyen hiányzó láncszem volt ahhoz, hogy a decentralizáció, teljes decentralizáció lehetséges legyen. Ezek a gyönyörű peer-to-peer technológiák, amik már régóta vannak, ugye kezdődött a Napsterrel, főleg a file-sharing rendszerekkel, de mindenféle egyéb decentralizált üzenetküldés, stb. Ezeknek az utolsó láncszem az, hogy csináljuk ezeket a rendszereket úgy, hogy gazdaságilag fenntarthatók legyenek, tehát a biztonságos operációjuk és egyéb tulajdonságait, amit szeretnénk, hogy emergáljanak a hálózatban, azokat hogy tudjuk ösztönzőkkel fenntartani. És ezt erre a problémára is választáltunk a Swarm-t. És mi az a Swarm? Tehát a Swarm az régóta már az Ethereum ökoszisztémának a része akar lenni, már a kezdetektől ugye ki volt találva, hogy ha csináljuk Ethereumot, akkor miért ne csináljunk már tényleg csináljuk meg a Web3-at, az új azt a régi új koncepcióját a decentralizált internetnek, hogy minden közösben van fönn, mindenki saját maga hozzájárulhatja, tehát berakhatja a saját erőforrásait, ugye számítási erőforrásait, amikor blockchain állapot átmenetét számolja, vagy pedig a hard diskjének a tárolóhelyét hozzáadja a Swarmhoz. Most tényleg a Swarm az pont egy ilyen rendszer, ahol gyakorlatilag egy dokumentum tároló és egy CDN, tehát egy tartalom elosztó hálózat, és nagyon érdekes technológiákat használ. Nem tudom, hogy itt ismeritek-e a DHT technikát, ez egy olyan technika, hogy a hálózat csomópontjai között hogy lehet elosztani egy olyan információt, hogy azt minden hálózati csomópontból lényegében minden másik hálózati csomópontot el lehessen érni. Ez különböző topológiák vannak, az egyik ilyen fokmentes topológia az akadémia, ami megoldja ezt bizonyos nagyon érdekes módokon. A Swarm az ezen alapul, és különböző feature-ei vannak. Például az, hogy amikor hozzájárulsz a saját hardiskeddel a Swarmhoz, akkor valójában egy teljes értelemben mondható felhőszolgáltatást hozol létre, hiszen az emberek feltölthetik a honlapjukat, stb. A Swarmra, úgyhogy saját maguknak akár nincs is hardiskük. De mivel például a saját hardiskeden mások dolgait fogod találni, mert a Swarm intézi el azt, hogy hova kerülnek a,
a fájlod és a websájtod darabjai, például olyan dolgokat is meg kell oldani, hogy az emberek hogy lehetnek a törvényhozás előbb valahogy vagy végrehajtás előbb, hogy hogyan hogy védekezhetnek. Például, hogyha valaki felrakja Mickey Egeret és ez copyrightot sértő content. Tehát ilyesmi problémákat is megoldottunk, különböző, legalábbis még nincsen teljesen implementálva, de a technológiája ki van találva, egy ilyen Shannoni obfuszkációt használunk hozzá. Ezen kívül van persze további, köszönöm szépen, további jegyeik vannak a decentralizált üzenetküldés, decentralizált adatbázis szolgáltatások és egyéb ilyen blockchain-en kívüli fizetési rendszerek és szolgáltatási garanciák. Ezek vannak a roadmapünkön. Köszi szépen! Kérdések, Léci. Hogy tudom használni? Tehát azt mondom, jelenleg a Proof of Concept 2 stádiumban van, most is használható. Van egy testnet, amihez lehet kapcsolódni. A testnetnek a központjában, muszáj lelőni, bocsánat. A testnet, testcluster központjában saját magunk is fenntartunk néhány nódot. Simán, azt mondom, nagyon érdekesen használható közvetlenül, mint felszolgáltatás. Hogyha elindítasz egy nódot, akkor simán feltölthetsz, úgymond a Swarm-ra egy websájtot. Tehát ez fogadja. Egy simán a helyi HTTP proxynak egy post requestet küldesz, és akár tart streamerkel például megoldható, hogy egész direktorikat feltöltsél, valamint van a Fuse integráció, mint amit tudjátok, mi ez a Fuse, az egy file system driver proxy, és van hozzá egy Swarm driverünk, ami azt jelenti, hogy lényegben Dropboxokat lehet implementálni, nagyon egyszerű. Valamint kérdés? Vagy van még időnk rá egyáltalán? Még egy kérdésre. Viktor? És hogy az kapcsolódik a Swarm az Ethereum hálózatára? Hát több szálon, ugye? Először is van domain név feloldás, tehát van egy, az Ethereumnak van egy saját DNS-e, amit úgy hívnak, hogy Ethereum Name Service, tehát Ethereum névrendszer, ami egy decentralizált DNS jegyében. Tehát amikor beírom azt például, ennek a címe például ugye, azt most felejtsétek el, hogy ezt a gateway-t használja, azért mert nincsen egy lokál node, lokális pontunk, akkor használok meg azt is, ez a gateway-t használja, de a cím, amit beírtam, az bzz2.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 bzz2
dokt láncból kinézett hashrecordhoz fogja feloldani ezt a nevet. Tehát képzeljétek úgy, mint amikor a DNS feloldja IP címre, ez gyakorlatilag ugyanaz. És másrészt az Ethereum-ra alapul, az Ethereum okos szerződésében van megírva annak a annak a business process-nek a részlete és ellenőrzése, hogy hogyan csinálunk például bandwidth megosztást, az ösztönzését, illetve hogy csinálunk file tárolási biztosítási rendszert. Hát úgy lehet biztosítani azt, hogy ha feltöltöd mondjuk a születési anyakönyv kivonatodat, és 10 évig nem akarsz ránézni, de biztos akarsz lenni, hogy amikor kell, 10 év múlva ott legyen, ehhez kell egy ilyen biztosítási rendszer, amit szintén megoldottunk már. Ez egyelőre persze kutatási szelenyumban van, és el lehet olvasni a nyilvánosított cikkeket. És jövőre implementálva lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!